Rekordmennyiségű céget, több mint 100 000-et alapítottak a tavalyi év folyamán Romániában, derül ki az országos cégnyilvántartó adataiból. Az elmúlt évtized során jelentősen egyszerűsödött a cégbejegyzés, viszont egyre nagyobb kihívást jelent egy vállalkozás életben tartása, illetve fejlesztése. Az országos cégnyilvántartó adatai szerint tavaly 103.019 KFT-t jegyeztek be, ezzel megdöntve a 2017-es rekordot. Pantilimon Richárd ügyvéd híradónak elmondta, a jelentős növekedés a Startup Nation programnak köszönhető, amelynek célja a kis- és középvállalkozások létrehozásának és fejlesztésének megkönnyítése volt. Arra is kell figyelni, hogy ebbe buktatók is tudnak lenni. Tehát nagyon sokan meglátják a kiírásokat, hogy alapítsunk startupot, mert van rá finanszírozás. Csak azt gondolom, hogy akkor kell alapítani vállalkozást, mikor megérik rá az illető személy is, és maga az ötlet is. Nagyon fontos olyan céget létrehozni, olyan struktúrát alkotni, amely megfelelő. De időben kell gondolkodni, föl kell készülni rá. Azt gondolom, vállalkozni akkor kell, amikor már tudjuk azt, hogy mit szeretnénk, és tudjuk azt, hogy hogyan szeretnénk. Fontosak a megfelelő tanácsadók, és fontosak a megfelelő struktúrák. A szakember hozzátette, az elmúlt évtized során jelentősen egyszerűsödött a cégbejegyzés folyamata, valamint a kisvállalkozások adózása. Ugyanakkor továbbra is az a legnehezebb, hogy a létrehozott vállalkozás fennmaradjon, illetve továbbfejlődjön. Bár az országban jelenleg 595 000 cég működik, 70%-uknak az éves árbevétele nem haladja meg a 100 000 eurót.